Kevés olyan vers van Saul leveleiben, amely nem okoz problémát az embereknek. Fejezetekről vagy könyvekről nem is beszélve. Azonban talán egyik sem annyira ellentmondásos, mint a Galatákhoz írt levele. Ezért ebben a sorozatban ezt fogjuk megvizsgálni. És meg fogjuk nézni versről versre, hogy mi is az, amit valójában Saul mondani szeretett volna, illetve mondott, és hogyan is kellene értelmezni az ő szavait. Galatákhoz írt levelének első fejezete így kezdődik. Saul, Pál, apostol nem emberektől, sem nem ember által, hanem Jahusha Hamásják által, és Jahua az atya által, aki feltámasztotta őt a halálból. És a velem levő összes atyafiak Galácia gyülekezeteinek, az Eklíziának Galáciában. Bemutatkozik természetesen, és jelzi, hogy mindazok, akik vele vannak, együtt fogalmazzák meg ezeket a szavakat a Galácia belieknek. Ekkor ugye Saul Rómából ír, és ami érdekes az az, hogy egyből az elején nyilvánvalóvá teszi azt, hogy ez az üzenet a Mesiáktól származik, ő pedig az atya hatalma alatt működik, és mindig is úgy működött. Ez a hierarchia, az atya az egyetlen legfelsőbb hatalom, azután a Mesiák, utána az apostol, és a többi, és a többi. Érdekesnek tartottam azt, hogy Saul többször is egyébként kifejezi, hogy ő pontosan értést tudja ezt a hierarchiát. Hiszen ha az atya támasztja fel a halálból, akkor az atya kell, hogy legyen a legfelső és egyetlen hatalom. De erre nagyszerű példa, Jahkonen 10-es fejezet, János 10-es fejezet, 10-18. Azért szeret engem az atya, mert én leteszem az életemet, hogy újra felvegyem azt. Ugyanerről beszél, aki ugye meghalt, a Mesiák, és az atya feltámasztotta őt. Letette az életét, és újra felvette. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt magamtól. Ő, az atya szava, azt teljesíti, amit az atya akar. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni. Ezt a parancsolatot vettem az én atyámtól. Azaz az atya az, aki irányítja az eseményeket. Ő a legfelsőbb hatalom, és semmi nincs, ami azonos vele. Még a Mesiák sem. Az atya az, aki a hatalmat adja a Mesiáknak. Ő az, aki a parancsolatokat adta neki. És ő az, aki feltámasztja a halálból, és így egyértelművé teszi, hogy milyen a viszony a kettő között. A Mesiák, vagy a Malák Jahua a Tanákban, vagy Jahusha Hamásiák, aki a Földön járt köztünk, aki most, mint egy főpapként közben jár az Atya és köztünk, mindig is az Atya irányítása alatt áll. Ő a szava, ezért az Atya a legfelső hatalom, aki fölé van rendelve. Ezt teszi egyértelművé Saul is, illetve az, hogy ez az üzenet tőle jön. Jahusha Hamásiák által és az atya által. Ugye a Mesiák az, aki közvetít. Hármas. Kegyelem néktek és békesség Jahuától, az atyától és Adonai Jahusha Hamásiáktól. Azaz az atya az első, aztán a Mesiák, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból Elohimnek és a mi atyánknak akarata szerint. Aki adta önmagát a mi bűneinkért, ugye ezt ismerjük számtalan forrásból, az egyik többek közt Jahokanon 1-es fejezet, másnap látálja Jahokanon Jahusát, ő hozzá menni és mondta, ímé Elohimnek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő elveszi a világ bűneit. Ez az, amire Saul utal, hogy meghalt és önmagát adta a mi bűneinket, hogy kiszabadítson minket egy jelen való gonosz világból. Nem a törvények az, amitől megszabadított minket, hanem kiszabadított minket ebből a gonosz világból, azáltal, hogy eltörölte a múltbéli bűneinket, hogy áldozatot vállalt a tudatlanságból és gyengeségből elkövetett bűneinkért, illetve megmutatta az utat számunkra, hogy hogyan kellene élnünk. Nem a törvényektől szabadított meg, hiszen a törvény az, ami megmutatja, hogy mi a gonosz és mi a jó.
Ezt megerősíti Saul a rómaiakhoz írt levelének 7. fejezetében, a 7. versben. A törvény bűnét távol legyen, azaz nem. Sőt, inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által. A törvény az, ami megmutatja, hogy mi a bűn. Mert a kívánságot sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánjad. Azaz visszautal a 10 parancsolatra. A törvény az, ami megmutatja, hogy mi a bűn. A törvény elengedhetetlen ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi a gonosz és mi a jó. Ki szabadít minket a gonosz világból, hiszen megmutatta, hogyan kell a törvények szerint élnünk. Elohimnek és a mi atyánknak akarata szerint, azaz az atya akaratát teljesíti ismét csak, hiszen az atya az, aki a legfelső szinten áll egymaga. A világ alapvetően gonosz a bűn miatt, és a világ a gonosz kezében van. Ezt tudjuk, hiszen a Jobb 9-es fejezetben, 24-es versben kiderül, a föld a gonosz kezébe adatik, aki az ő bíráinak arcát elfedezi. Azaz a gonosz az, akinek irányítása alatt működik a világ. De a Mesiák is megerősíti ezt, mind Matiahu, mind Lukács 4-es fejezetben, ez Lukács, mikor a kísértésről beszél, így szól az ördög, néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek a dicsőségét, a föld minden országáról beszél, mert nékem adatot, és annak adom, akinek akarom. Azaz ő kezében van a világ. Ettől szabadít meg a Mesiák, ettől a gonosztól. Nem szabadíthat meg a törvénytől, hiszen a törvény az, ami megmutatja, hogy mi a gonosz. Az ördög, az ellenség, vagy sátán az, aki azt szeretné, hogy törvénytelenül éljünk. A törvénytelenség egyenlő a gonoszsággal. Jehu Kanan 3:4, valaki bűnt cselekszi, az törvénytelenséget is cselekszi, a bűn pedig törvénytelenség. A gonoszság egyenlő a törvények be nem tartásával. Maga a Mesiák is betartotta a törvényeket, ennek ellenére nem volt farizeus. Meg kell értenie mindenkinek a törvények betartása, és az az akarata az embernek, hogy a törvények szerint éljen, az nem egyenlő a farizeussággal. A farizeusi törvények mások voltak, mint a Tora, az hozzáadott törvényekről szólt. Akkor a Mesiákot is farizeusnak kell hívnunk, ha azt ma, aki a törvények betartását hirdeti, farizeusnak hívjuk, hiszen ő is ezt hirdette, ez az atya akarata. A törvények az ő akarata. Ezt is tudjuk, hiszen Tehelim, Zsoltárok 40-es fejezet, 9-es versből kiderül, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, Elohim, a te törvényed a keblem közepette van. Ez az ő akarata. Hogy a törvény, az ő törvénye a mi szívünkben legyen. Ez az, amit ő akar. Ez az ő akarata. Ezért ért így a Mesiák. De maga a Mesiák is egyetért Saullal, Jehukanan 5-ös fejezet 30-as versben így szól, én semmit sem cselekedhetem magamtól. Azaz az atya irányítja őt. Számtalan bizonyíték van arra, hogy a legfelsőbb hatalom az atya, és a Mesiák, vagy Jahusa, vagy Jézus nem az atya a földön. Ő az atya szava, ő az egyike annak, amit Elohimnek hívunk. Azonban ez nem derül ki abból a szóból, hogy Isten vagy Úr. Ezért fordították le így, hogy az embereket megzavarja. Jahusa, Hamásiák, Jézus Krisztus idézőjelben, ő az atya szava volt itt a földön. Ő része annak, amit Elohimnek hívunk, azonban ő nem azonos az atyával. Ő képviseli azt a földön. Ezért mondja, hogy én semmit sem cselekedhetem magamtól, amit hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos. Miért? Mert nem a magam akaratát keresem, ugyanúgy, ahogy itt mondja Saul, hogy az Elohimnek és a mi atyánknak akarata szerint adta magát, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem az atyáit, azaz az atya küldte el őt a földre. Jehukanan 6-os fejezet 38-as, 40-es versben szintén megerősíti ugyanezt, mert azért szállottam le a mennyből, vagy Sámaimból. Ugye az atya küldte le, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, tehát azért jött, hogy ne a saját akaratát cselekedje, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem
az pedig az atyának akarata, aki elküldött engem. Hogy amit nékem adott, ő adta neki, hiszen ő az az atya, aki irányítja a szót, ami megtestesül, ami közvetít közte és az emberiség között. Abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámasztom azt az utolsó napon. Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem. Harmadjára mondja el, hogy őt elküldte az atya, akkor ő nem lehet saját maga, hogyha valaki elküldte. Hogy mindaz, aki látja a fiút és hisz ő benne, örök élete legyen, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Aki látja a fiút, az látja az atyát, hiszen az atya így élne, amennyiben itt lenne. Ezek az ő szabályai, ő teremtette ezt a rendszert, ő megmutatja magát a fiún keresztül. Ez nem azt jelenti, hogy ő így néz ki, ez azt jelenti, hogy megmutatja magát nekünk, hogy értsük a mi primitív életünkben azokkal az egyszerű érzékszerveinkkel, melyek rendelkezésünkre állnak. Azzal a primitív értelmünkkel, ami számunkra adatott általa. Aki hisz a fiúban, abban, hogy ő volt Elohim fia, hogy meghalt a bűneinkért, az hisz az atyában, hiszen az atya küldte ezt. Ez volt a fiú feladata. Ötös, akinek dicsőség örökkön örökké, amén. Ugyan erről beszélt Jahusa Jahukanon 14-es fejezetben. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. Hogy lehet az, hogy mára az emberek azt mondják, hogy azok a cselekedetek, melyeket ő cselekedett, az bűn, az átok és az rabság. Mikor ő azt mondja, hogy aki hisz benne, az ugyanaz fogja cselekedni, amit ő. Mit cselekedett? Ő megtartotta a szombatnapot. Hogy lehet azt mondani, hogy a szombatnap már nincs érvényben, mikor ő így cselekedett? Azt mondja, hogy aki hisz, az úgy fog cselekedni, ennek ellenére azt mondjuk, hogy nem úgy van. Vagy az ünnepeket, amiket megtartott. Vagy az összes más törvény, amit ő szintén megtartott. Hogy mondhatjuk azt, hogy ez megváltozott, mikor ő azt mondja, hogy nem fog megváltozni? És nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Még mindig azt mondja, hogy vissza fog menni az atyához. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt. Azaz, ha az ő nevében imádkozunk, az atyához, akihez ő megy, akkor fogjuk megkapni. Nem ha hozzá imádkozunk, hanem ha az ő nevében az atyámhoz. Miért? Azért, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Nem a fiú, hanem az atya a fiúban. Eljött, hogy megmutassa az utat az atyához. Rajta keresztül vezet az út. Az ő nevében kéri az ember. Úgy él, ahogy ő élt. Így jut el majd az atyához. És ha így él, akkor az emberek látják, hogy ez egy másfajta ember, és tudják, hogy miért él így, és az atya dicsőítetik, hiszen mi hordozzuk az ő képét itt lent a földön. De ha úgy élünk, mint a világ, akkor nem tudjuk a különbséget bemutatni az embereknek a két életstílus között. 14. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Nem tőlem, nem azt mondja, hogy hozzám imádkozzál, hogy egyfolytában rólam beszélj, hogy mindig arról legyen szó, hogy Jézus így, Jézus úgy majd megsegít, hanem azt mondja, hogy az én nevemben kérd, kétszer elmondja. Aki az én nevemben kéri, megcselekszem azt. Ha valamit az én nevemben kész, megcselekszem azt. Az én nevemben az atyától. 6. Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Mesiák kegyelme által elhívott, így hamar más jó hírre hajlotok. Ki az? Az atya. Hiszen az ő akarata volt. Ő adta a parancsot. Ő az, aki irányította. Ő az, akitől elfordult. Az ő kegyelme nyilvánult meg a Mesiák által. És egy másik jó hírre hajlottak el már akkor is. Már akkor is ugyanez volt a probléma, hogy egyrészt visszamentek a régi úthoz, másrészt elkezdték magyarázni ezt, amit ma, hogy a törvény el van törölve, az egy átok, az a rabság, és azt nem kell megtartani. Ezért mondja, hogy más jó hírre. Mi volt a jó hír? Térj meg! A szeretetből, teljes erődből, élj a parancsolatok szerint, és üdvözülsz. Ez a jó hír. Ő itt egy másik jó hírről beszél. Hogy lehet egy törvénytelen életmód jó hír?
Tudjuk, hogy ez volt a jó ír, hiszen Márk vagy Márkosz első fejezet 15-ös vers leírja. És mondván, betölt az idő, ez ugye a mesiák, és elközelített Elohimnek országa. Térj meg, higgy a jó hírben. Azaz meg kell térni, ami azt jelenti, hogy az embernek a bűnt el kell hagynia. És higgy a jó hírben. Azaz a kettő együtt működik, a cselekedetek és a hit kéz a kézben jár, ahogy Jakov vagy Jakab az első, másik fejezetben leírta. Azonban, ha meg kell térnünk, akkor nyilvánvalóan van egyfajta rendszer, ami megmutatja, hogy mit jelent az, hogy megtérni. Első Kefa 4. fejezet, első Péter 4. fejezet így szól. Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet Elohimnek házán. Ha pedig először mi rajtunk, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek Elohim jó hírének? Akkor ezek szerint engedelmeskedni kell valaminek. Akkor kell, hogy legyen egy szabályrendszer. Elohim jó híre az pedig ugyanaz, ami a kezdetektől fogva volt. Az pedig a Tora, a proféták és a zsoltárok. A Elohim instrukciói. A parancsolatok, amit ma parancsolatoknak hívnak. Ez az, aminek engedelmeskedni kell mindenkinek. És ha az igaz alig tartatik meg, hová lesz az igaztalan és a bűnös? Hogyha az, aki hitből, ahogy a Messiák mutatta, megtér és hisz és úgy él, az alig tartatik meg, akkor mi lesz azzal, aki azt magyarázza, hogy erre nincs szükség már. Hisz az a bűnös, láttuk Egyehukanon 3-4, a bűn törvénytelenség. Ugyanarról beszél mindenki. Hetes, holott nincs más. Nincs más út, ő az út, az élet, az igazság. Ez az egyetlen út van, ezen az egy keskeny úton lehet eljutni ez a szűk kapuhoz. Ez az egyetlen út, amelyet kijelölt nekünk. Térj meg, és higgy a Mesiákban. Ez az út. De némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Mesiák jó hírét. Ki fog derülni, hogy kik azok, akik zavarják őket, és hogyan? Azonban annyit elárulok, hogy a Yahudim volt az, akit zsidónak neveztek, a Júda törzsébe valók, akik uralkodtak akkor Jeruzsálemben. Ők azok, akik vissza akarták téríteni őket az ő vallásukra, az ő hitükre, arra, amit ma judaizmusnak hívnak. Ők akarták megváltoztatni a jó hírt. A probléma nem az volt, hogy valaki azt hirdette, hogy a törvény szerint kell élni, hiszen mindenki ezt hirdette nekik. A probléma az volt, hogy ők azt állították, hogy a törvény elegendő ahhoz, hogy az ember megváltást nyerjen, sőt, az ő extra törvényeik szükségesek ahhoz, hogy eljusson az ember az atyához. Ez volt a probléma. Amiről szó van, az az, hogy térj meg, és higgy, a kettő együtt működik. De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok. Azaz teljesen mindegy, hogy ki mit mond. Azt hidd el, amit az apostolok hirdettek, akik a Mesiáktól tanultak. Mi volt az? Térj meg, kövesd a parancsolatokat, és higgy. A Mesiák többször egyértelművé tette, hogy ez a jó hír. Matihau 19, 16-17-ben például így, és ímé hozzájövén egy ember mondanék, jó Adonai, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Mi a kérdés? Mit tegyek, hogy örök életet nyerjek, hogy eljussak a királyságba? Ő pedig mondanéki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Elohim, az atya, Yahua, az atya, visszautal megint arra, hogy az atya mindenek felett, így ő felette is, ő nem az atya, és ő nem egyenlő, egyenrangú vele. A lényeg azonban ez, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerek? Ha pedig be akarsz menni az életet, tartsd meg a parancsolatokat. Ez a jó hír, hogy megtérhetsz az, hogy teljesen mindegy, hogy éltél, át térhetsz erre a keskeny útra, ami a szűk kapuhoz elvezet. Ez a jó hír. A jó hír nem az, hogy egy ilyen garázda életmódot lehet élni, és a végén majd arra hivatkozni, hogy ő eltörölte az egészet. A jó hír az, hogy megváltozhatsz, hogy van esélyed, hogy megtérhetsz, és átállhatsz erre az útra. Ha be akarsz menni az életet, tartsd meg a parancsolatokat, amelyeket az atyától vett, ezt már láttuk korábban.
Ő pedig nem változik, ezt pedig megmondta Malakiás 3, 3-as fejezet 6-os versben. Úgyhogy ez az, amiről beszél, hogy azon kívül az minden átok. Miért? Azért, mert ők a szót hirdették. Ők azt hirdették, amit az atya mondott szó szerint, az elejétől a végéig. Miért mondja azt, hogy átok? Mert meg parancsolta, hogy ne adj hozzá semmit, és ne vegyél el belőle semmit. Ez 5 Mózes Debarim 12-es fejezet 32-es vers. Mindazt, amit én parancsolok néktek, megtartsátok, és aszerint cselekedjetek, úgy élj, semmit ne tégy ahhoz, és el se végy abból. Ugyanúgy, ahogy Jelenések könyvében megismétli, erre a profétálásra vonatkozva, ha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Elohim arra. Ha valaki elvesz a profétálás könyvének beszédeiből, Elohim annak részét eltörli az élet könyvéből, a szent városból és azokból, amik e könyvben megírattak. Ezért mondja a Saul, hogy ez átok, hiszen ők megmondták pontosan, hogy mi az. Honnan tanítottak a könyv, a törvényből, a profétákból és a zsoltárokból tanítottak. Az az igazság, aki ahhoz hozzátesz vagy elvesz, az mind átok. A Mesiák maga mondja ezt el nekünk, Lukács, vagy Lukász 23, 24-es fejezet, 44-45-ös versében. És mondta nékik, ez ugye a Mesiák. Ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megirattak Mózes törvényében, a profétáknál és a zsoltárokban én felőlem. Akkor megnyilatkoztatá az elméket, hogy értsék az írásokat. Ezeket az írásokat nevezték ők akkor úgymond szentírásra. Ezek voltak azok, amiből tanítottak. Amiket ma az emberek Ószövetségnek hívtak, ők akkor abból tanítottak. Hiszen abból tudja csak és kizárólag megérteni az ember, hogy mi az ő feladata, hogyan kellene élnie. Ha a Messiák ezekből tanított, ha ezeket írásoknak hívja, ki jön ahhoz, hogy azt mondja, hogy ez Ószövetség, és ezt már nekünk nem kell figyelembe vennünk. 9-es. Amint előbb mondottuk, most ismét mondom, azaz megismételi még egyszer ugyanezt. Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen. Mi az, amit elfogadtak? Térj meg, kövesd a parancsolatokat, és élj! És az által jön meg a hit, és a maga a ruák, a Szent Szellem, és aztán az vezeti fogja az embert. Ezért mondja, hogy minden más átok. Ha valaki hozzátesz, vagy elvesz belőle, akkor az átok. Ezt láttuk. Mert most embereknek engedek én, avagy Elohimnek? Vagy embereknek igyekszem én tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Mesiák szolgája nem volnék. Miért? Azért, mert a farizeusok az ő saját törvényeiket hozzáadták a Torához. Egy falat építvén a köré, és azt próbálták betartatni ezekkel az emberekkel. Újra eljöttek, hogy rávegyék őket arra, hogy az ő törvényeik fontosak és szükségesek ahhoz, és a Mesiák az nem az a Mesiák, akire ők vártak. Hiszen nem hozta el a királyságot. Ezért volt könnyű elhitetni az emberekkel akkor, hogy ez nem az a Mesiák. Így meg tudták változtatni azt a tanítást, amit az apostolok és a Mesiák hozott. Ezért mondja azt, hogy kinek akarsz tetszeni? Azoknak, akik idejönnek és azt mondják, hogy a törvényt be kell tartanod, és csak úgy fogsz, és az elegendő ahhoz, hogy eljuss a királyságba, azzal szemben, amit a Mesiák mondott, hogy higgy, és a Szent Szellem vezetni fog, majd ahogyan olvasod ezt az írást, és megtanulod a törvényeket, és úgy fogsz akarni élni. Ez a kettő közt a különbség. A hit előbb érkezik, és azután tanulja meg az ember az utat. Ha valaki ezt csinálja már 20 éve, és még mindig nem jutott el arra, akkor vajon melyik ruach vezeti azt az embert? Mikor tudjuk, hogy az, ami a Mesiáktól jön, az emlékezetünkbe fogja hozni azt, amit ő tanított. Jehukanon 16-os fejezet 13-tól 14-ig egyértelművé teszi ezt is, de mikor eljő amaz, az igazságnak lelke, vagyis a Ruach HaKodesh, a Szent Szellem, a Szent Lélek, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mi az igazság? Jehukanon 17-17, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazság.
visszavezet majd ahhoz a könyvhöz, ahol leírja, hogy hogyan kell őt szolgálni. Mert nem magától szól ő, hanem azokat szólja, amiket ha, honnan az atyától, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Visszahozza ugyanazt a tanítást, amit ő tanított. Ez az ő lelke, ami elvezet minket az igazságra, ami Jahua igéje, az ő szava, az ő instrukciói. De Jahukanon 14-es fejezet 26-os vers még pontosabbá teszi ezt. Ama vigasztaló pedig a Szentlélek a Ruach HaKodesh, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket. Mi az, amire meg kell, hogy tanítson, hogyha egyszer mindegy, hogy mit csinálunk? Így és úgy is oda kerülünk, ha mondogatjuk azt, hogy hiszünk. Akkor nincs mire megtanítania minket. És eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Mit mondott ő? Hogyan öröklöd az örök életet? Tartsd meg a parancsolatokat. Ez az, amit ő mondott. Ez az, amit eszünkbe fog juttatni. Ha nem ezt juttatja eszünkbe, akkor az nem az a lélek, ami az atyától jön. Erre figyelmeztet Saul? Vagy ezt az utat járod, a keskeny utat, ami a szűk kapuhoz vezet, vagy a másikat, vagy az összes többit? 11. Tudtatokra adom pedig, atyám fiai, hogy az a jó hír, melyet én hirdettem, nem ember szerint való. Persze, hogy nem, hiszen a Mesiák hozta el, már láttuk az atya akaratát, az atya szavát, az ő utasításait, mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem Jehusák Másiák kijelentése által. Azaz a lélek volt az, aki megmutatta neki. Aki megmutatta neki, hogy nem a parancsolatok gépies követése és az áldozatok az, amit az atya akar, hanem engedelmesen az ember teljes erejéből, teljes szívéből követi a parancsolatokat. Ez az, amit akar. Azt szeretné, hogyha benne lenne az ember szelleme, az egész ember benne lenne, ahogyan él. Nem csak csinálná, mert muszáj. Arról nem beszélve, hogy hozzáadva az emberi parancsolatokat. De Debarim 5 Mózes 6.4.6 szintén erről beszél. Szeressed azért Jahuát, a te hatalmasságodat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. És ez ígék, mi az igazság? A te ígéd, melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. Ez az, amiről Saul beszél. Az, és csak is az, amit az atya parancsolt, az legyen a szívedben. Ő ezt akarta, hogy megértsék, hogy a hit nélkül nem lehet. Ugyanezt akarta már akkor is. Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből ezt csináld. Ez az, amit a Messiák is akar. Pontosan tudjuk, hiszen Márkosz vagy Márk 12-es fejezetben ezt is nyilvánvalóvá teszi. Szeresed azért Jahuát, a te hatalmasságodat teljes szívedből, lelkedből, elmédből, erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. 3 Mózes 19-18. Mind a kettő az ígéből lett idézve. Miért? Azért, mert az az igazság. Az az, ahova szeretne visszavezetni mindannyiukat. Ez a két nagy parancsolat. Ezt bontja le a 10-re, a 10-et pedig lebontja a további 600-ra. Azért, hogy megértse az ember, hogy mi az, amit ő elvár tőlük. A jó hír az, hogy a szánalmas életünk ellenére is hajlandó visszafogadni minket. Mikor? Ha teljes szívedből, lelkedből, elmédből és erőből szereted Jahuát, és az ő parancsolataiban jársz. Miért? Mi az út a királyságba? Tartsd meg a parancsolatokat. Természetes, hogy azt mondja, hogy a Messiák kijelentése által, hiszen őt a lélek elvezette mindenre. A léleknek el kellett jönni, hogy segítse az embert az úton. A lélek megmutatja a helyes utat, az ember hoz egy döntést, attól függően a ruák az emberrel marad, vagy eltávozik tőle. Ha ellenére dönt, akkor eltávozik egy időre, és az ember eltéved a világban, és aztán vissza kell dolgoznia magát. A ruák nem marad egy bűnössel, egy tisztátalannal, egy utálatossal, egy világi emberrel. Nem élhet az ember úgy, mint a világ, és azt képzeli, hogy a teremtőnek a lelke benne fog élni. 13. Mert hallottátok, mint forgolódtam én egykor a zsidóságban, hogy én felette igen háborgattam Elohim gyülekezetét,
és pusztítottam azt, az ekléziát, és felülmúltam zsidóságban nemzetembeli sok kortársamat szerfelett rajongván atyai hagyományaimért. Ebben a két versben összefoglalja, hogy mi az, amiről szó lesz az elkövetkezendő levélben. Ugye a levél nem volt fejezetekre osztva, ez csak mi látjuk fejezetekre osztva. Az eleje egy szövegnek bemutatja azt, hogy miről fog szólni maga a szöveg. Elmondja egyértelműen, hogy a zsidóságról beszél, amikor a törvényekről szól, arról beszél, hogy embereknek igyekezett tetszeni. Elmondja még egyszer, hogy embereknek igyekezik tetszeni, hogy embereknek engedett, mivel ezeknek az embereknek a vallása a Tórára épül, a Talmud babiloniai hagyományai által, plusz az ő szájhagyomány útján terjedő parancsolataik, amelyek a Misnában vannak összefoglalva. Nagyjából ennél bonyolultabb a történet, de erről beszél a farizeusok, az írástudók, a szaduceusok, azok nem a Tórát tanították, hanem a saját hozzáadott törvényeikkel kiegészített Tórát, amit nem lehet megtenni, amit már láttunk, hogy miért nem. Ez az, amiről beszél, ez az emberek parancsolata. Ezek az emberek visszajöttek a Galata beliekhez, és próbálták meggyőzni őket arról, hogy ez elegendő ahhoz, hogy megváltást nyerjenek, és rajtuk keresztül vezet az út. Ezért írt nekik, hogy ez nem így van. A zsidóság, ami itt van, ez nem a Torára vonatkozik, ennek semmi köze ahhoz. Ez a szó zsidóság, ami utána újra előfordul a 14-es versben, ez az ő atyai hagyományai, amelyeket azok az emberek összeszedtek a különböző vándorlásai során, illetve akkor, amikor elnyomás alatt éltek, mikor száműzte őket a teremtő. Ami összefoglalható a Talmudban, a Misnában, a Zohárban, a Kabbalában és az összes hasonló írásban, melyet a mai úgymond zsidók használnak. Erről beszélt, ezek az atyai hagyományok. A Tóra nem atyai hagyomány, a Tóra Elohim szava. Az az ige, amely az igazság, melyről a Mesiák beszélt folyamatosan, melyeket ők tanították ezeknek az embereknek, hogy csak és kizárólag azt szerint járjanak. Ezek a saját hagyományaikat próbálták visszacsempészni, hiszen nekik szükségük volt egy követő táborra, ebből éltek. Nekik ők vissza akarták ehhez az embereket csábítani. Erről beszél. De tudjuk azt is, hogy az Atyaszent Egyháznak semmi köze nem volt a kereszténységhez, hiszen a szó maga Ecclesia, ami annyit jelent, hogy a kihívottak, azok, akiket Elohim kihívott. Egy gyülekezetet jelent, ennyi az egész. Az emberek összegyűltek valakinek az otthonában, vagy egy nyilvános helyen. Nem azokban a pogány szentélyekben, amikre ma gondolunk mi. A kereszténységnek semmi köze nincs ehhez, amiről a Mesiák beszél. Ők homlok egyenest ellene mennek ennek. Úgyhogy semmiképpen nem beszélhetett erről. Ez egy egyszerű gyülekezet, le van írva egyértelműen valakinek az otthonában, vagy egy nyilvános helyen. Az, hogy egyháznak fordítják, az teljesen mindegy. A lényeg az, hogy mit jelent maga a szó. A szó eredeti jelentése, ecclesia, azt jelenti, hogy kihívni valakit. Valakit kiválasztani, vagy kihívni egy tömegből. Ezért hívta őket ecclesiának, vagy gyülekezetnek. Ők azok, akiket Elohim elhívott. A zsidóság pedig nem a Tora követését jelenti, ez pedig kiderül akkor, ha megvizsgáljuk ezt a szót. Ez a szó judaismos. Ez pedig a zsidók vallása, angolul Jews religion, a zsidók vallását jelenti. A zsidó hit és az a rendszer, ami ezzel együtt jár. A zsidók vallása, vagyis judaizmus. A judaizmusnak nincsen köze a Torához, annyira van csak, mint a kereszténységnek. A teremtő szavához nincsen köze se a kereszténységnek, igazából se a judaizmusnak. Olyan, mint az iszlám. Saját rendszere van, megvan a saját szabályrendszere, a saját istenségei, ünnepei, és mindaz, ami ezzel jár. Használja a karaktereket, a neveket, de igazából nem követi azt, sem azt, amit a Tanák tanácsol, és érdekes módon az sem, amit
maga, ami Siák tanácsol. Eljött a Mesiák, hogy harcoljon a farizeusok ellen, hogy megmutassa, hogy az ő útjuk az nem az az út. Egyrészt nincs benne hit, másrészt megváltoztatták a törvényeket és az instrukciókat, így nem lehetett eljutni az atyához. A szó töve, judaizo, ami annyit tesz, hogy valaki, aki átáll erre a vallásra, aki átáll erre a szokásrendszerre, rítusokra, és aki úgy él, mint az akkori Yahudim vagy a mai, és azok szerint, a törvények szerint él, ami a zsidók törvénye. Valaki zsidóvá válik, Yahudimmá válik. Erről beszél, ezt jelenti ez a szó. Nem azt jelenti, hogy valaki a Tora szerint él, valaki az ő szabályrendszereik szerint él. Ezért mondja a Saul, hogy ő ebben jeleskedett, és ezeket a hagyományokat próbálta betartatni, és ezekért rajongott. Nem azt mondja, hogy a Toráért rajongott, azt mondja, hogy az atyai hagyományaimért rajongott. A Tora nem atyai hagyomány, az Elohim szava és instrukciói. Az atyai hagyomány az, amiről a Mesiák beszélt, hogy az atyáitok hagyományait követitek, mossátok az edényeket, meg a külsőt tisztán tartjátok, de a belső az a sírral egyenlő, plusz az összes többi, hogy megmossa a kezét étkezés előtt, stb. Stb. Ő ezekről beszélt, hogy hozzáadjátok ezeket, de a lényeget nem mondjátok el az embereknek. Ez volt a probléma. A probléma nem az volt, hogy be akarták tartani a Torát, ő ezt mutatta meg nekünk, ő így élt, hogy lehetne a kettő egy és ugyanaz. 15. De mikor Elohimnek tetszett, aki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva, és elhívott az ő kegyelme által, hogy kijelentse az ő fiát én bennem, hogy hirdessem őt a népek vagy a pogányok között, azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel, sem nem mentem Jeruzsálembe, az előttem való apostolokhoz, hanem elmentem Arábiába, és ismét visszatértem Damaszkuszba. Azaz kijelenti ma, Saul az, aki hordozza ezt az üzenetet, ugyanúgy, ahogy a többi apostol hordozta, vagy ahogy a Mesiák hordozta. Nekünk ugyanazt kellene csinálni, amit ő csinált. Saul az, aki az üzenetet elviszi a népekhez. Ő pedig a Mesiáktól kapja az üzenetet. A világosság elterjed az embereken keresztül. Tudjuk, hiszen Jehukanon 8-as fejezetben így szól, 12-es vers. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem ővé lesz az életnek világossága, azaz a Mesiák az, aki a világ világossága. Ő az, aki kijelenti, hogy hogyan kellene járnunk. Aki úgy jár, ahogy ő, az terjeszti tovább ezt a világosságot. Erről beszél. Hogyan kell ezt tennünk? Eredj el, és többé ne vétkezzél. Ezt mondja ugye annak az asszonynak, akik meg akartak kövezni. Ő nem kárhoztatta, miért? Mert ezért jött, hogy megmutassa az utat. Tudja, hogy mindenki eltévedt, tudja, hogy nem volt törvény a világon. Ezért kellett jönnie. Ez a jó hír. A jó hír nem az, hogy élhetünk úgy, mint az állatok. A jó hír az, hogy van egy út vissza a törvények által. És ez a világosság átterjed ránk. Azokra, akik követik azt, ahogy ő élt. Ti vagytok a világ világossága, ezt mondja Matiahu 5-ös fejezetben, nem rejtethetik el a hegyen épített város. Az atya maga a fény, átadja a fiúnak, ő a világ világossága, ő pedig átadja az ő tanítványainak, akik a világ világossága, és azok aztán elterjesztik a házban. Mi a ház? A ház maga az a család. A karakter bet, a héberben házat jelöl, vagy pedig család. Ezért mondja azt, hogy akik a házban vannak, átadja az ember annak, akik körülötte van, és az része lesz ennek a háznak, vagy ennek a családnak. Elterjed a fény róla, az atyáról, a Mesiákra, az apostolokra, és így jelentette ki magát az apostoloknak, és aztán azok a világnak, amiről Saul itt beszél. Azt mondja, hogy az ő kegyelme által hívta el. Persze, hogy az ő kegyelme által, Semot, 2. Mózes 33.19-ben így szól. És mondta Jehua, megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt menjen el, és kiáltom előtted Jehua nevét, és könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek.
Ő az, aki eldönti, hogy ki az, akit hív, és ki az, akinek könyörül. Pontosan erről beszél Saul a rómaiakhoz, hiszen innen idéz, mert Mósénak ezt mondja, könyörülök azon, akin könyörülök, kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Elohimért. Elohim az, aki az atya az, aki eldönti, hogy ki az, akit hív, és kinek könyörül. És ezt ő elválasztja ezeket az embereket egészen a kezdettől fogva. Miért? Mert ő tudja a kezdetektől fogva a véget. Neki ez nem újdonság, ami ma történik. Tudja, hogy az ember hogy fog reagálni, ezért azt az embert választotta ki. A szabad akarat az, ami megpecsételi az ember sorsát. Az atya egyszerűen csak tudja a véget a kezdetektől, és így eszerint választott és könyörült. Ezért írja azt, hogy a kezdetektől fogva, és hogy az anyja méhétől elhívta, és hogy a világ elejétől fogva ő tudta, hogy mi az, ami történni fog. Saul pedig egyből hallgatott rá, és nem tanácskozott emberekkel, vagy az apostolokkal, vagy a Jahudimmal, a zsidókkal, hanem elment Arábiába, és visszatért Damaszkuszba. Aki utána néz, érdekes dolgokat tudhat meg arról, hogy Damaszkuszban az a közösség, aki Qumránban élt, illetve azon a környéken, miféle kapcsolatban állt akár Saullal, vagy a Hukanonnal, vagy pedig a Mesiákkal. És most nem arra a gnosztikus dologra gondolok, amiről a legtöbben tudnak, hanem azt, ami kiderül a holttengeri tekercsekből. De ezt nyilván most nem tudjuk megtárgyalni. Azután 3 esztendő múlva fölmentem Jeruzsálembe, hogy Kefát meglátogassam, és nála maradtam 15 napig. Ugye meglátogatta Péter Jeruzsálembe, ezt azt akarja kifejezni, hogy Péter volt az egyik, akit látott, illetve az apostolok közül pedig más nem, mint Jakóbot, aki a Mesiák atyafia, vagyis Adonai atyafia, erre utal itt, ezzel a kettővel tanácskozott. Amiket pedig néktek írok, ímé Elohim előtt, hogy nem hazudom. Azt akarja kifejezni, hogy ez a kijelentés, amit ő most átad nekünk, ez Elohimtól jön. Ő nem tanácskozott ezekkel, nem beszélte meg, hogy mi az, amit mondania kell, hanem egyszerűen a lélek kijelentette neki. Egy rövid részletet megmutatnék John Joseph Collins a Qumran közösségen túl című könyvéből, ami a holtengeri tekercsek mozgalmat tárja föl. Lényeg az, hogy a qumráni közösség szabályrendszeréről ír. Az első év, ami egy ilyen próba év volt, ezután szétosztották az ember vagyonát, és a második évben fogadták el. Az érdekes az, hogy ez Josephus szerint, Flavius Josephus szerint, aki egy héber történetíró volt, egy Yahudim, ez a procedúra, ez 3 évbe telik. Egy évig az ember, aki csatlakozni szeretne, az egy kívülállóként fog részt venni az ő életstílusukban. Ez az első év. Az érdekesség még ezen felül az, hogy 2 további év szükséges ahhoz, hogy kiderüljön, hogy megérdemli-e ez az ember, hogy befogadja a közösség, vagy sem. Közben megtanulja az ő szabályrendszerüket, akik szigorúan követték a Tanák szabályait. És a holtengeri tekercsekben megtalálható mind Énok könyve, mind pedig majdhogy nem a teljes Tanák, és még sok más írás, amely kimaradt a kanonizált könyvből. Ez a közösség hitt egy mesiákban, egy megváltóban, és abban, hogy ők abban a korban élnek, amikor el fog jönni ez a mesiák. Ezen kívül, ami még érdekesség, az az, hogy ők használták a vizet tisztításra. És egyáltalán nem úgy éltek, mint ahogyan a pogányok, és ezt a közönséges életmódot elutasították. Szóval az a fajta tisztítási folyamat, amivel a Hukanon előállt, aki mintegy 8 kilométerre ért ettől a közösségtől, ezek mind kiderülnek, hogyha valaki utána néz a történelmi hátterének, illetve ha csak ezeket az írásokat is olvassa, akkor a hasonlóság az megdöbbentő.
De ugyanúgy, ahogy Jehokanon, vagy Saul elment Damaszkuszba, és 3 évig ott volt, ennek a közösségnek érdekes módon 3 év volt az a minimális követelménye, hogy elfogadják őt ebbe a közösségbe. Ők szigorúan a Torát figyelték meg, illetve a messiákban ugyanúgy hittek, mint ahogy ma mi. Úgyhogy ez csak egy különös párhuzam, hiszen ő is Damaszkuszba ment, ahol ez a közösség tartózkodott, ahonnan fennmaradt a holtengeri tekercsek és egyéb írások. Még egyszer mondom, ez nem azonos azzal az esszénus mozgalommal, ami a gnosztikus elvet hirdeti, és ezeket a ostoba dolgokat. Ez egy szigorúan Tora követő és messiák hívő csoportosulás volt. Úgyhogy 3 esztendő múlva visszatért Jeruzsálembe. Emlékezzünk vissza, hogy 3 esztendő volt, míg elfogadták ebbe a közösségbe az embert. És az érdekesség az, hogy ha a Yahudim, azaz az úgymond zsidók Jeruzsálemben már nem követték a Torát, azonban lenni kellett egy csoportnak, mint mindig, akik követték, akik ismerték és azt szerint éltek, hiszen ezt mondta Elohim, hogy mindig lesz. És valószínűleg ez a csoport megegyezik a kumráni közösséggel, de ez egy hosszabb nyomozás, én mindenkinek azt javaslom, hogy ássa bele magát, hogyha gondolja. 20-as versben pedig azt mondja, hogy az, amit ő ír, az igazság Elohimtől kinyilatkoztatva. Azután mentem Siriának és Sziriciának tartományaiba, ugye ezekre a helyekre utazott. Ismeretlen vannék pedig személyesen a Yahudában levő messiák gyülekezetei előtt. Ugye az, hogy keresztjén, az nincsen benne az eredeti szövegben. Az eredeti szövegben Krisztus gyülekezete van, Ecclesia Christos, szóval a messiák gyülekezetei tulajdonképpen, nem kereszténység, vagy pedig keresztény, vagy keresztény, vagy akármi. Ők nem hívták így magukat. A lényeg azonban az, hogy ezek nem ismerték őt személyesen, csak hallották, hogy aki minket üldözött egykor, most hirdeti azt a hitet, amelyet egykor pusztított. Ugye ezt tudjuk, hiszen Saul jelen volt, mikor Istvánt megölték, de azt is tudjuk, hogy azért indult el Damaszkuszba, hogy az ottani gyülekezeteket felszámolja. Úgyhogy ők pontosan tudták, hogy Saul a farizeus ki volt, és mi az, amit ő hirdetett. És dicsőíték bennem Elohimet. Miért? Hiszen Elohim az egyetlen, aki így vissza tudja fordítani az embert, aki így át tudja alakítani az embert, és ezt felismerték ezek az emberek, ezek a gyülekezetek, tudták, hogy Elohim az, aki munkálkodik ebben az emberben. Mindazok a dolgok, amikről a Brit Hadasá, az Új Szövetség szól, azok a csodák, melyeket a messiák véghez vitt, vagy az apostolok, vagy azok a fordulatok az emberek életében, mind-mind az Atya dicsőségét hirdetik. Ez a lényegük, hogy megmutassák a világnak, hogy ő igenis létezik, és ő az, aki végrehajtja ezeket a nagyszerű dolgokat és csodálatos eseményeket. És így hívja magához azokat, akik hajlandóak hallgatni. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!